Sim. Meg fogjuk látogatni a világ nyilvánosan elismert leghatékonyabb és legerősebb számítógépét, illetve úgynevezett szuperkomputerét, ami egy kínai fejlesztés, és a neve Tihane 2-es. A teljesítménye az, amire koncentrálni fogunk, ez 33,86 petaflop másodpercenként. Nem vagyok egy számítástechnikai vagy géniusz, úgyhogy meg fogjuk nézni, hogy mi is az a flop. Ugye ez a flops, ez a Wikipedia oldal, magyarul is megvan szerencsére. Ez a lebegő pontos műveletek száma másodpercenként. Ahogyan én elképzelem, ennyi műveletet képes ez a számítógép egy másodperc alatt elvégezni. Ugye 33 petaflopról van szó, ami azt jelenti, hogy 10 a 15-en ez a szám. Ez így néz ki a valóságban, 33,86 petaflop, ugye ez a szám itt fönt, így kellene erre gondolni. Ha jól értelmezem, akkor ez 33 quadrillió művelet másodpercenként. Hogy miért is beszéltünk erről, ezekről a dolgokról, az most ki fog derülni. Mindenkinek fel kell készülnie arra, hogy az elkövetkező világvallás, a tudás körül fog forogni, melynek az úgymond istene és a vezetője nem egy ember lesz, hanem a mesterséges intelligencia, illetve az ellenség és az ő seregének egyfajta egyesülése fogja alkotni ennek a vallásnak a vezetőjét, illetve ennek a vallásnak a képviselőjét, melyek idegenek formájában fognak elérkezni hozzánk. Én tudom, hogy ez durván hangzik a legtöbb ember számára, de azt kérem csak, hogy gondoljon bele egy pillanatra, illetve hallgassa meg mindazt, amiről itt szó lesz az elkövetkező néhány percben. Ez a TheGuardian.com cikke, mely arról számol be, hogy egy volt Google mérnök egy mesterséges intelligencia istent fejleszt, és az ő cégének a neve a jövő útja, ugye Way of the Future. Azok, akik ismerik az írást, ismerős lehet ez a kifejezés, hiszen a Mesiák mondta azt, hogy ő az út, az élet, az igazság. Úgyhogy érdekes névválasztás, Way of the Future. De a lényeg az, hogy ez egy vallási csoport, melyet Antoni Lewandowski alapított, mely egy istenséget szeretne kialakítani a mesterséges intelligencia segítségével annak érdekében, hogy a társadalmat megreformálja, illetve javítsa. Ez a mérnök mellesleg az intranet szolgáltatáson dolgozott, az automata motorbiciklin, illetve a vezető nélküli technológián, amelyet az autókban használnak, az Uberrel dolgozott együtt, a Google-lel, és most azon munkálkodik, hogy egy mesterséges intelligenciát imádó vallási szerveződést hozzon létre. Ennek a szervezetnek az a mottója, hogy létre szeretnének hozni, kifejleszteni, illetve terjeszteni az úgynevezett Szent Háromságnak egy mesterséges intelligencián alapuló formáját, mely a társadalmat jobbá teszi, és hozzájárul ahhoz, hogy jobban megértsük az istenség, illetve a Szent Háromságnak a formáját és a jelentését, és ezt tudja imádni az egész világ. Míg az emberiség jobban informált része kisebbsége sajnos még mindig vár az úgynevezett singularity, vagy szingularitás nevű eseményre, mely azt a pontot jelképezi a történelemben, mikor a számítógépes intelligencia és teljesítmény túlszárnyalja az emberi teljesítményt. Szinte biztosan kijelenthetjük, hogy ez már évtizedekkel ezelőtt megtörtént, csak mi még nem tudunk róla. Úgyhogy azért érdekes az a teljesítménymutató, amit megbeszéltünk korábban, hogy ha az az, amiről tudunk, akkor mi az, ami lehetséges számukra. Elon Musk arra figyelmeztetett minket, természetesen Musk is része ennek az elitnek, aki a világot uralja és a megtévesztésnek, de mégis az igazságot így vagy úgy,
de elénk tárják, és az a mi feladatunk, hogy ezt kiámozzuk a hazugságokból. Arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia tulajdonképpen egy démonnak a megidézésével egyenrangú, hiszen fogalmunk sincs arról, hogy mi az, amire képes. Természetesen ők tudják, hogy mennyire fogják kordában tartani, azt is tudjuk, hiszen az írás egyértelműsíti, hogy semennyire, és ez tulajdonképpen át fogja venni a hatalmat a világon. Engadget ugyanerről számol be, azt mondja, hogy az Uber automata vezető nélküli autójának kifejlesztője azon dolgozik, hogy egy mesterséges intelligencia által vezérelt vallást hozzon létre. Feltébb érdekes az az illusztráció, melyet ehhez használnak, ugye maga a cím és ez a kép hozzá, ami egy robot angyalt ábrázol, mint a mesterséges intelligencia által vezérelt istenség. Ehhez villám gyorsan még hozzátenném azt, hogy egy buddhista temetési ceremóniát ez a karakter vezérelt le, és ez a Pepper nevű cégnek az egyik fejlesztése. Egy pap 2200 dollárba került temetésenként, míg ez a robot mindössze 450 dollárba kerül. Ez ugye Japánban volt ez a temetési szertartás. Ugyanez a robot egy egész telefonboltot fog feltölteni áruval, illetve szolgáltatásokkal, emberi személyzet nélkül. A SoftBank egyik boltját, szintén Japánban található ez az egész attrakció. Az első 1000 példány ebből a robotból, ez 2015-ös cikk, egy perc alatt elkelt, és különböző boltokban használják, és szolgáltatásokat nyújtó helyeken, Pepper nevű robotot Japánban. A másik fajta robot az ugye Buddy. Buddyt azért találták ki, hogy az embereknek társaságot nyújtsanak, amennyiben az ember magányos, úgyhogy most már egy érzelmi kötődés is kialakulhat a robot, illetve a gép és az ember között. Ez nem a jövő, ez már a valóság. 2016 májusból Pepper a Pizza Hut-ban dolgozik, ez Ázsiában terjed ez a jelenség, de az automatizáció az szinte minden országban jelen van, ugye itt a Pizza Hut-ban dolgozik, felszolgál, rendeléseket vesz, stb. Stb. Pepper ebben a cikkben egy állomáson dolgozik, ahol szintén információt szolgáltat az embereknek, és útbaigazítja őket. Mindenki láthatja azt, hogy ez a folyamat elindult, és ez a folyamat száguld előre, hogyha ezek azok a dolgok, amiket mi hallunk és látunk, hozzáadjuk azokat, amiket az előző videókban láthattunk a drónokról, vagy a rendfenntartó eszközökről, az automata autókról, stb., akkor láthatjuk azt, hogy a probléma az igen széles körű, ugyanis ezek a robotok nem csak átveszik a munkahelyeket és kiszorítják az embereket, hanem tulajdonképpen a szociális életben is át fogják venni az emberek funkcióját. Hogy térjünk vissza akkor Lewandowskira, a Business Insider arról számol be, hogy egy vallást szeretne alapítani, amelyben egy mesterséges intelligenciával rendelkező robot lesz az Isten. Ez itt Lewandowski a jobb oldalon. A The Inquirer szintén beszámolt erről a hírről. Ebben a cikkben a Wired.com pedig egy lépéssel tovább megy, és azt mondja, hogy Isten egy robot, és Anthony Lewandowski az ő angyala. A helyzet az, hogy elérkezett egy olyan világ, amikor az ember, legalábbis az emberek túlnyomó többsége nem áll túlságosan távol attól, hogy elhiggye azt, hogy aki a legnagyobb tudással rendelkezik, az Isten. És amikor az emberek spirituálisan eltávolodnak az igazságtól, ami az, hogy igenis van egy teremtő, és hogy ő kinyilatkoztatta az ő akaratát abban, amit mi Bibliának hívunk, akkor az ember bármit képes elfogadni, legalábbis ezen emberek többsége, akinek nincsen semmiféle morális kód az életében, mely mentén él, hanem minden relatív, és minden az ember és az egyéntől függ, éppen attól, hogy hogy vélekedik a világról, milyen napja van. Nincsenek normák, nincsenek egyértelmű határvonalak, aközt, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. Akkor ez a társadalom
készen áll arra, hogy az, akit az írás antikrisztusnak vagy antimessiáknak mond, színre lépjen. Legtöbben észre sem veszik azt, hogy mennyire eltávolodtak a valóságtól, hiszen nem számít. Semmi nem számít, pusztán az, amit látunk, amit hallunk, amit érzékelünk, amit tudunk, amit megtanultunk, semmi más nem létezik, csak az, amit fel tudunk fogni az érzékszerveinkkel. A technológia része az életünknek, és egyre inkább úgy tűnik, hogy nem csak az életünknek, hanem része annak, ami vagyunk. Lassan fizikálisan is része lesz annak, de érzelmileg mindenképpen része, hiszen a legtöbb embernek van telefonja, tévéje, különböző elektronikai eszközei, melyek nélkül nem tud élni. Ezek az eszközök részei az ő életének. Tulajdonképpen része annak, amit az ember saját magának hisz vagy vall. Innen a következő lépés az, amit látunk és rohamos mértékben fejlődik, hogy személyiséget kölcsönözzünk vagy adjunk ezeknek a tárgyaknak, ezeknek a technológia eszközeinek. Nem csak személyiséget, hanem elhitessük az emberekkel, vagy elhitessék az emberekkel azt, hogy ezek hasonlatosak hozzánk, hogy ezek képesek megtanulni, olyanná válni, mint mi. Hogy úgy kell kezelnünk őket, mint a családnak a részei, hiszen ezek is érezhetnek. Az az ember, akinek nincsen semmiféle morális kódja, ez teljes mértékben el kell, hogy fogadja. Neki mindegy kell, hogy legyen, hogy ez egy robot, egy állat, vagy egy ember. A lényeg az, hogy ez egy másik tárgy, ami ugyanúgy érezhet, van véleménye, és joga van ahhoz, hogy létezzen. Akkor, amikor ez a tárgy intelligensebb, mint mi, többet tud, mint mi, tehát effektíve okosabb, mint mi, felsőbb rendűbb, mint mi, abban az értékrendben, amivel a legtöbb ember él, el kell, hogy fogadja, hogy az a tárgy tulajdonképpen egy lény, mely fejlettebb nála. Ha mindehhez hozzáadjuk azt a teljesítményt, melyel működnek ezek a szerkezetek, amit láthattunk most, mely túlszárnyalja a saját képességeinket, még akkor is, ha valami mindig hiányozni fog belőlük, úgy kell tekintenünk rájuk, mint egy fejlettebb lényre. Ha hozzáadjuk azt, hogy képesek tanulni, saját magukat megtanítani az a velünk folytatott interakcióból, vagy kommunikációból, párbeszédekből, kapcsolatokból, azokból az adatokból, melyeket képesek feldolgozni, túl fogják szárnyalni az emberiséget, gyakorlatilag semmi időn belül. Egyszerűen megtanulnak bármit, amivel kapcsolatba kerülnek gond nélkül. Az egyetlen, ami szükséges hozzá, az elektromos energia, vagy bármilyen energia, mellyel ők működnek. És bár sohasem lehet olyan, mint egy ember, egy robot az, attól függetlenül azon emberek számára, a világ túlnyomó többsége számára, akinek semmiféle spirituális beállítottsága nincs, semmiféle morális kód nincs beleprogramozva, csak egyfajta relatív érzés, ami éppen attól függ, hogy hogyan kelt fel aznap, vagy kit olvasott a múlt héten, vagy mit olvasott, vagy mit prédikált a pap, azok számára ezek éppen olyan tagjai lesznek a társadalomnak, mint egy másik ember. Azzal a különbséggel, hogy ők nem pazarolnak, ők nem csinálnak hulladékot, ők egész egyszerűen csak funkcionálisan beilleszkedtek a társadalomba, végzik a dolgaikat. Ilyen szempontból akár úgy is tekinthetünk rájuk, mint akik hasznosabbak, mint egy ember. Szomorú igazság az, hogy mindenki vár arra, hogy mi lesz a fenevad bége, egy chip, vagy ez, vagy az, vagy amaz, miközben egyértelmű, hogy anélkül a ruák nélkül, melyet az Atya a világra bocsát, azokra, akik hajlandók alázattal és engedelmesen járni az utat, anélkül az ember is csak egy robot. Ezért fog úgy beilleszkedni ez a technológia társadalomra probléma nélkül, hiszen az a ruák, az a szellem, mely a teremtőtől jön, nincs meg az emberekben, így nincs különbség egy robot és az ember között. Épp ugyanazt csinálja mind a kettő, csak van. Tulajdonképpen. Ez a szellem, ez a ruach az, ami megkülönbözteti az emberek két csoportját. Azt a nagy többséget, aki majd beilleszkedik a rendszerbe és gond nélkül elfogadja annak
a követelményeit, és azt a maroknyi csoportot, aki nem hajlandó erre, hiszen tudja, hogy mi az ember feladata, mi az ember küldetés az életben. Jelenleg az elit azon mesterkedik, és minden erejével azon dolgozik, hogy egy olyan szituációt teremtsen, amikor a világ lakossága térdre kényszerül, és bármit megtenne azért, hogy béke legyen, és visszatérhessen a régi megszokott kerékvágásba az élet. Ez az, ami történik a világban. Ezért van a káosz, a pusztulás, a háború, a lopás, a csalás, a hazugság, a bűn, az erkölcstelenség mindenféle téren. Ezért engedték, hogy így legyen. Szépen lassan arra szólunk afelé, az idő felé, amikor az emberiség túlnyomó többsége bármit megtenne azért, csak hogy vége legyen ennek a szenvedésnek. Ez az a pont, amikor az a technológia, mely rendelkezésükre áll, egyesülni képes majd azzal a spirituális csoporttal, melyet az emberiség angyalként ismer, melyek az egész sorsunkat befolyásolták a kezdetektől fogva, hiszen intelligensebbek, fejlettebbek, és legfőbbképpen sokkal elszántabbak, mint mi. Tudják, hogy mit akarnak, és nem okoz problémát együtt dolgozni. Amikor ez a pont előáll a történelemben, akkor fog színre lépni az, akit mi az Antikrisztusként ismerünk. Hogy elhozza azt a békét, és azt a boldogságot, és örömet, és nyugalmat a földre, melyet mindenki kivétel nélkül utálni fog. Csak hogy akkor már ez nagyon késő lesz. Egy olyan technológián alapuló diktatúrát, melyben nem lesz külön vélemény, vagy alternatíva, szólásszabadság, vagy szavazás, vagy demokrácia, vagy pártok, hanem mindenki egy ritmusra fog menetelni, és nem csak mentálisan, hanem fizikálisan is része lesz ennek a nagy hálózatnak. És akkor ez a szuperkomputer, ez a szuper számítógép, melyet egy spirituális lény ural, minden lépésünket tudni fogja, hiszen az egész világot képes lesz egy pillanat alatt átnézni, és feldolgozni mindazt az információt, ami abból a rendszerből be fog áramlani abba a központba, ami ő maga lesz tulajdonképpen. Ennek a számítógépnek nem lesz probléma egyszerre átlátni az összes megfigyelő rendszert, lehallgatni az összes telefonbeszélgetést, megnézni az összes e-mailt vagy üzenetet, és minden tranzakciót, mely a világban történik, egyszerre feldolgozni. Ez az, amit az ellenség a kezdetektől fogva akart. Mivel nem lehet olyan, mint a teremtő, ezért el kellett jutnia az emberi társadalomnak egy olyan pontra, amikor a technológia segítségével létre tud hozni egy olyan rendszert, melyben ő képes mindent felügyelni. Ha mesterségesen is, de képes. Mostanra értünk el arra a szintre, hogy ez technológiailag megvalósítható. A borzasztó az, hogy az emberek teljesen tudatlanul sétálnak bele ebbe a csapdába, hiszen úgy lettek beprogramozva, hogy semmi nem számít. Csak egy anyagi lény vagyunk, ami a semmibe kering körbe-körbe egy véletlen folytán alakult ki a csigákból, és semmiféle funkciója nincs, teljesen mindegy, hogy ki mit csinál. Ez a legnagyobb probléma. Addig, amíg az ember nem ébred fel ebből az álomból, addig teljesen zökkenőmentesen be fog illeszkedni ebbe az új világrendbe, hiszen nincsen semmilyen felsőbbrendű funkciója, legalábbis nincs meg az az érzés benne, hogy neki van egy magasabb rendű cél az életében, melyet el kellene, hogy lásson. A propaganda eláraszt minket azzal, hogy a robot intelligens, érez, a barátunk lehet, megmenthet minket, együtt dolgozhatunk vele, sőt, jobban számíthatunk rá, mint bármelyik embertársunkra, hiszen kiszámítható, megbízható, programozható. Ez az elsődleges módszer, mellyel az emberiséget programozzák.
A szórakoztatóipar. Mára nem okoz problémát senkinek, hogy elhiggye azt, hogy a robotokkal együtt lehet dolgozni, hogy akár szerethetjük is őket. Ha, sőt, ha úgy néznek ki, mint mi, akár leélhetjük az egész életünket velük. Az új világrend istenei ugyanazok lesznek, amik az emberiséget az egész történelem során eddig is irányították. Az a csapat angyal, aki nem volt képes engedelmeskedni a teremtő utasításainak, hanem a saját feje után ment, és elcsábult, ugyanúgy, ahogy az emberiség túlnyomó többsége. Ez a páros, az emberiség, és ezek a spirituális lények egy tökéletes szövetséget fognak alkotni. Az ostoba megvezetett többség, mely az emberiség lesz, és a szuperhősök, akik őket irányítani fogják. Az ellenség vezetésével, aki az egész rendszert ellenőrzése alatt tudja tartani majd, azzal a technológiával, melyet mi fejlesztettünk ki nekik, mi építettük ki neki, tönkretettük a Földet annak érdekében, hogy ezt létrehozzuk, és ők egész egyszerűen csak át fogják ezt venni, mert intelligensebbek, fejlettebbek, és sokkal elszántabbak, mint mi valaha is leszünk. Ez egy olyan végkifejlet, melyet nem fogunk tudni megváltoztatni. Nem is kell küzdenünk a világ megmentéséért, megváltoztatásáért, az emberiség megmentéséért, vagy megváltoztatásáért. Saját magunkon kellene dolgoznunk, mindenkinek saját magán. Mikor saját magán eleget dolgozott, és eljutott oda, hogy az atyával való kapcsolata olyan szintű, hogy pontosan tudja, hogy mi az ő feladata, akkor lehet majd az ember világosság mások számára, és akkor lesz képes arra, hogy megváltoztassa azokat, akiket most szeretne felébreszteni. Ehhez pedig egyetlen egy út vezet, melyet a keskeny útnak hívnak, melyet ő kijelölt az ő szavával, mely mind a mai napig érvényes és élő ugyanúgy, ahogy a történelem során bármikor volt. Ezt pedig mindenki megtalálhatja abban a könyvben, mely mindenhol ott van, szinte ingyen elérhető, ennek ellenére mégis eljutottunk oda, hogy szinte senki nem ismeri. Kivétel nélkül. Van egy maroknyi ember, aki megértette mára, azon kívül senki nem érti, a legtöbb ember pedig nem is érdekel, mert csak megy a saját feje után. Úgyhogy ez a kiút, amelyet mindenki keres. Nagyon egyszerű, csak alázatra és engedelmességre van szükség. A többiek mind meg fogják kapni azt a bélyeget, melyről a legtöbb ember mára már hallott, és tudja, hogy be fog következni, hiszen látja maga körül az eseményeket szépen kibontakozni. A jó és a rossz nem relatív fogalmak, nem ránk van bízva, hogy eldöntsük. A jót és a rosszat a világ teremtője meghatározta és megmutatta nekünk. Azért, hogy egy döntés hozhasson mindenki, hogy melyik úton indul el, és a végén vállalja azért a felelősséget. Az ember cselekedetei és az ember gondolatai azok, amelyek meghatározzák, hogy kinek a jegyét viseli magán. Ha a világ törvényei és rendje szerint él, akkor ahhoz tartozik, ha a teremtő rendje és törvényei szerint él, akkor hozzá tartozik. Mindenki, aki törvénytelenséget hirdet, aki azt hirdeti, hogy bármit lehet, mindent elfogadhatunk, az a világ útját járja. Teljesen mindegy, hogy azt hiszi, hogy ő keresztény, vagy zsidó, vagy katolikus, vagy buddhista, vagy ateista, vagy anarchista. Teljesen mindegy. Mindenki, aki a törvényektől való eltávolodást hirdeti, az ellenség malmára hajtja a vizet, és ő maga is az ellenség szolgája. Ez az a generáció, mely látni fogja ennek a világnak a végét. Mindenki, aki szeretné ezt megakadályozni, fölöslegesen pazarolja az energiáját. Ez a világ el fog pusztulni és oda kerül, ahova való. Azonban mindazok, akik felismerik ezt, és hajlandók változtatni az életükön, és alázattal és engedelmességgel a Teremtőhöz fordulni, elfogadni azt, hogy ő jobban tudja, hogy nekünk mi a jó, és járni azt az utat, annak egy új világ fog bekövetkezni. Egy olyan világ, amely úgy fog működni, ahogyan az, aki azt megteremtette, elképzelte. És ő az, aki legjobban tudja. Hiszen nem csak mindent tud,
mindenhol ott van, hanem ő maga az a szeretet, melyet mindenki keres az életében. Remélem hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, Shalom és Hallelujah!